A beruházás alapkövét helyezi el a térség országgyűlési képviselője és a kivitelezési eljárásban nyertes pályázó, a Szamosnet Kft. Ügyvezetője a Fehér Gyarmati ünnepségen. A képviselő szavai szerint a fejlesztéssel egy régóta fennálló probléma oldódik meg a járásban, mivel mind a mobil hálózat elérhetősége, mind pedig az internet hozzáférhetősége is korlátozott volt a térség egyes településein. Mi azért itt élő emberek gyakran szembesülünk azzal a problémával, hogy a mobilok használhatósága, a mobiltelefon használhatósága, és így egyben a mobil net használhatósága is korlátozott olyan területeken, ahol nincs normális térerő, és gyakran fordultak hozzám olyan panasszal, hogy segítsünk már ebben a dologban. Másrésztről pedig nyilván a régi elhasználódott rendszerek korszerűsítésével egy új internetes hozzáférési lehetőség az a rácsatlakozó háztartásokban nagyban megkönnyíti az internet használati lehetőségeket. A fejlesztés csak nem 10 000 szatmári háztartás számára teszi elérhetővé a szupergyors internetet, amelyhez digitális televíziós és IP alapú telefonszolgáltatási lehetőség is társul. A településeken összesen 160 km hosszú optikai kábelgerinc hálózatot építenek ki. Uniós forrásokból valósítjuk meg ezt a beruházást. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a beruházás teljes értéke 1 milliárd forint fölötti összegből fog megvalósulni. Ez az Unió 855 millió forintot nyújtott a célokra. Ez azt jelenti, hogy a térségben 41 településen épül meg egy optikai gerinchálózat. Ez azt jelenti, hogy a térségben eddig nem létezett szélesebből elérhető internet, maximum csak a wifi hálózatok voltak elérhetőek. Ez pedig azt jelenti a lakosság számára, hogy mindenki az ország egyéb területeihez viszonyított nagysebességű internetet fog tudni a közeljövőben használni. A beruházást jövő tavasszal kezdik, a munkálatok várhatóan 2018 év végéig tartanak. A Digitális Magyarország programmal az ország 1 millió háztartásában teremtik meg a szupergyors, legalább 30 megabit per másodperc sebességű internetszolgáltatás elérését.